A koronavírus járvány hatalmas károkat okoz a hazai vadászati ágazatnak is. A bérvadáztatások ugyanis szinte teljesen megszűntek, pedig az országosan évente 27,5 milliárdos bevételre szertevő vadásztársaságok jó részt ezekből és a vadhús eladásából tartják fent magukat. A hazánkban több mint 1400 vadászterületről beszélhetünk, minden egyes területnek külön vadgazdálkodója van, ha lehet így mondani, a jogszabály szerint vadászat jogosultja. 22 állami erdőgazdaságunk van az országban, illetve pár nemzeti parki terület. Satszolásom szerint ez egy pár száz vadgazdálkodási egységet tesz ki, ami állami kezelés. A többi az mind tulajdonképpen nagyon nagy arányban, vagy majdnem legnagyobb arányban vadásztársaságok, amelyek a polgári törvénykönyv szerint egyesületek, amelyek azért általában tőkehiányosak, forráshiányosak, és őket fogja jobban érinteni ez a hatás. Tolna megyét kifejezetten érzékenyen érinti a vadászati turizmus bedőlése. Az országnak ez a része az 5. helyen áll a vadászatból származó bevételeket tekintve. Tolnát csak Somogy, Baranya, Békés és Zala megyék előzik meg. Nagyjából 1,7 milliárd forint érkezik évente Tolna megyébe a vadásztársaságokhoz. A bevétel legnagyobb részét pedig egyértelműen a vadásztatások adják. Külföldiek évente 600 millió forintot költenek el Tolna megyében vadászatra, de a hazai vadászoknak sincs okuk szégyenre, ők több mint 290 milliót hagynak az itteni erdőkben. A lőtt vad árából Tolnában 420 millió forint bevétel keletkezik évente, míg a szolgáltatásokból, például a vadászoknak szánt szálláshelyek kiadásából további közel 36 millió forint. Körülbelül országos arányban 70, megyénket illetően 80%-os arányban a bérvadászat teszi ki a bevételi forrást, és az abból származó lőtt vad. Mivel hogy a legtöbb uniós ország lezárta a határait, jelenleg még azért ebben az állapotban vagyunk, így egyrészt a külföldi bérvadászok körét jelenleg teljesen elvesztettük. Ennek a felépülése ez nyilván majd akár hónapok vagy hosszabb időt is igénybe vehet, de a hazai bérvadászok körének is egy részét valószínűleg elveszti az ágazat, hiszen ott pedig már-már megélhetési gondok vannak egyes esetekben, így az a vadász, aki tavaly még tudott erre költeni, az lehet, hogy most nem költ. Tehát én úgy ítélem meg, hogy egy nagyon jelentős árbevétel kiesésre lehet számolni és felkészülni ezen ágazaton belül, ami sajnos tovább gyűrűzik, mert ebből finanszírozná a munkaerőt is a vadgazdálkodás, és a vadkárok és egyéb más probléma körre is kihatással lesz ez a bevétel kiesés. Vagyis miközben a vadásztársaságok a bevételeik legnagyobb részét most elbukják, a kiadások nem csökkentek. Országosan évente közel 26 milliárd forintot költenek el az egyesületek, miközben a bevételeik, mint ahogy korábban elhangzott, 27,5 milliárd forint körül mozognak. Tolna megyében hasonlóan alakulnak az arányok. Több mint másfél milliárdos kiadás társul az 1,7 milliárdos bevételhez. Ennek legnagyobb részét a vadgazdálkodásra szánt pénzek teszik ki. Erre több mint 870 millió forint jut évente Tolna megyében. A hivatásos vadászok és az egyéb munkatársak bére 412 millió forintos tétel, a vadkárok pedig további több mint 100 milliós kiadást jelentenek, ehhez jön még 170 millió forint egyéb kiadás. A vadásztársaságok dolgát tovább nehezíti, hogy a mostani bevételkiesést újabb követheti még ebben az évben, ha beigazolódik az, amiről egyre több szakértő beszél, hogy a koronavírus ősszel visszatérhet. Attól eltekintve, hogy a vadgazdálkodásban a vadászat a mai viszonyok között, főleg a növekvő nagyvadállomány miatt mindennapos esemény, azért szezonális az értékesítés szempontjából. Például az őszvak szezon már megy, de jelenleg a piaca az igen-igen gyenge, tehát ezt már egyszer érinti, ezt bepótolni később. Ugyan szeptember végéig tart az idény, de nem tudják majd a vadászatra jogosultak olyan mértékben. Majd aztán következik szeptemberben a gímszarvas, bika, októberben a dámbika szezon, majd aztán a nagyvad hajtóvadászatok, telelővadászatok. Kérdés, hogy meddig húzódik el ez a dolog. Tehát tulajdonképpen ezeneket a szezonokat, ezekből már egyet érintett, és várható szerintem, hogy azért ez ki fog tolódni még a szeptemberi szezonra is. Ráadásul a vadászati törvény szerint hiába nem lehet bevételt hozó bérvadásztatásokat tartani, az éves előirányzott állományritkítást mindenféleképpen el kell végezniük a vadásztársaságoknak. Köteles teljesíteni a vadászatra jogosult, ha tud külföldi bérvadászt fogadni, ha nem tud. Tehát elvileg nem szaporodhat el, gyakorlatilag nyilván akár objektív akadályai is vannak helyenként annak, hogy a vadállomány hasznosítása olyan formában és mértékben történjen, mint az előző években. Tehát igen, vélelmezhető egy ilyen is, hogy valamilyen állománynövekedést ez generálhat.
A vadásztársaságok tehát most nem csak a bevételeik nagy részétől esnek el, miközben a kiadásaik nem csökkentek, de az is előfordulhat, hogy a bérvadásztatás leállása miatt az országban lesznek olyan területek, ahol nem tudják majd a vadászok a törvényben előírt feladatukat teljesíteni.